Olvassa el. Nem bírom. Évek óta van bajszom. Nem vágom le csak azért, mert a buziknál ez lett a divat. Teszek rájuk. Nem vagyok olyan labilis, ha érted, mit mondok. Vigyázz a hajadra. Olvassa el. Nem. Mert emiatt ölte meg. Az első jég, könnyek, osztály, iskola, elönt a bánat, nyílik az osztály ajtaja. Azt mondja, elhagy. Az első jég a vég. Miért az első jég? Mert ez egy vers egy lányról. A telefonfülkében, és a lány sírt. Elolvastam a gyerekeknek, és kértem, hogy írják le, amikor ők sírtak. Nyílik az osztály ajtaja. Azt mondja, elhagy. Ez maga. Ugye maga? Negyven éves fehér. Gyönyörű. Inkább lány, mint fiú. Akarja őt megérinteni, megismerni. De ő sír. Jól van, Timothy. Semmi baj, semmi baj. Sikoltozik. Túl messzire ment. Elmondja az anyjának, az anyja rendőrségnek, a rendőrök kiszállnak az iskolába. A félkeze elég. Milyen finom kis nyak. De a szeme nem csukódik le. Csak szorítja, szorítja. De a szeme nem csukódik le. Lefekteti arccal a földre, a sárba. Rohan, de hová? Haza. Megáll a folyosón. Megfojtottam. Megfojtottam. A kötél. Visszamegy. Még mindig ott van. Hideg. Fölemeli. A tüdejében van még levegő. Kezdi kinyomni. Mintha nyögne. Egy átkozott pillanatig azt hitte, még él. Dolgozatot javítottam. Kocogtam. Biztosan láttak, ahogy kocogtam. Aztán hazamentem, és dolgozatot javítottam. Jól van, ügyes! Már állom a kis fejét! Gyerünk, gyerünk, sohagy, sohagy! Sohagy, sohagy, ez a szó, most pihenj! Sohagy, sohagy, pihenj, pihenj, pihenj! Ez az. Gyerünk! Most sóhajts újra! Gyerünk! 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 Menj a francba! Vajon? Ismerje be! Túl lesz mindenem! Ha tagad, tárgyalás lesz heteken át. Beszéljen minden apró részletről, attól fogva, hogy kijött az anyja hasából. Ez a maga műve. A lakásom, a munkám, az anyám, Leslie. Mert úgy döntött, hogy homokos vagyok. Érdekli is az igazság. Mi az Istentől olyan magabiztos, hogy öt kibaszott perc alatt eldönti, hogy mi az igazság? Mert igazam van. Téved! Maga nős? Igen. Mikor volt utoljára, hogy kedvébe járt a feleségének? Mikor fordult elő utoljára? Az az én dolgom. Maga is régóta turkál a magánéletemben. Én nem öltem meg senkit, maga igen. Én sem. Hívja föl Leslie-t. Kérdezze meg tőlem, milyen voltam. Tessék, kérdezze meg, mi a véleménye rólam.
Éveken át mindig lefeküdt Leslievel. Ő megjátszotta magát minden egyes esetben. Talán mert azt gondolta, hogy maga homoszexuális. Szükségét érezte a színjátéknak. Tudta, hogy magának megerősítés kell. Tudta, hogy a lelke mélyén valami nincs rendben. Dolgozatot javítottam. Kocogtam. És megint dolgozatot javított. Volt, hogy Timet megszitta? Persze, hogy volt. Többször, mint a többi gyereket? Nem. Ő különleges volt. Gyakrabban kellett megszitnia, mint a többit. Nem. Maga állt, ő ült, lehajtott fejjel. Nézd rám, ha hozzád beszélek, fiam! Nézd rám! Nézd rám! És ő felnéz. Azok a kék szemek, azok a hosszú szőkefürtök. Inkább lány, mint fiú. A szeme azt mondta. Kérem, hagyja abba! Kérem, hagyja abba! Kérem, hagyja abba! Milyen érzés volt ez magának, Nigel? Szürke. Inkább szürke volt, nem kék. Nézz rám, Tim. Nézz rám, Tim. És ha kihívta az asztalához? Én mentem oda hozzá. Meg a többi gyerekhez is. Ah, és leguggolt. Akkor igazán közel volt. Ráhajolt a fizetére. Váltottak egy pillantást. Centiről centire, egyre közelebb ahhoz a szempárhoz. És akkor eljött a pillanat, amire várt, ami egész nap éltette. Ő tényleg különleges volt magának, így van, Nigel? Undorodtam tőle. Azok a szemek. Mit mondtak, amikor utoljára látta? Kérem, hagyja abba, kérem, hagyja abba, kérem, hagyja abba! Vezekelni akar? Igen. Ezért akart öngyilkos lenni. Életet életért. Igen. Ne csináljuk tovább, Nagy. Ismerje be. Tudom, hogy be akarja vallani. Megölt egy gyereket, Nigel. Ez valami iszonyú, iszonyú nagy lelki teher. Meg akarja osztani valakivel. Ezért vagyok itt, Nigel. Velem megoszthatja a terhét. Meg akarja osztani velem a terhemet? Igen. Nem hagyom, hogy elfeledje, mit ígért. Nem felejtem el. Megöltem Timothy Langet. Gyerünk, drágám, te vagy a legszebb nő, akit valaha is láttam. Gyerünk, gyerünk!